A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, ez itt a Köztér Fókuszban, pedig a deviza hitelesek ügye. Egy sorozatot indítottunk dr. Várhelyi Tamás ügyvéd közreműködésével, segítségével, és két hetente szerdánként itt a Fehérvár Televízióban, két hetente péntekenként pedig a Vörösmarty Rádióban hallhatják ezt a műsort a kedves nézőink. Ahogy azt már korábban elmondtam, írhatnak nekünk levelet is az info@fmc.hu e-mail címen, vagy akár közvetlenül nekem is küldhetik a leveleket, lehetőségemet a Fehérvár Televízió honlapján megtalálhatják, és sok szeretettel köszöntöm stúdiónkban dr. Várhelyi Tamást. Köszönöm, hogy ismét itt van velünk. Sok jelzést kaptunk a C630/23 Axfina ügy kapcsán, de kezdjük az elején. Egyáltalán mit jelent ez az elnevezés, mi is maga az ügy? Kezdjük egy kicsit hátrébről, menjünk vissza a KH-hoz. Ugye itt polgárjogi szerződésekről van szó, a szerződésekkel kapcsolatos a szerződések érvénytelensége. Ugye ez egy régi vita, erről megy a vita most már lassan több mint egy évtizede, érvényes vagy nem érvényes. A szerződés érvénytelensége, a szerződés semmisége, ez egy polgárjogi fogalom. Ugye ha a szerződés semmis, akkor olyan hibában szenved, ami miatt joghatás kiváltására alkalmatlan, a felek által célzott joghatás nem érhető el. Ha egy szerződés érvénytelen, akkor is a szerződés érvénytelenségének vannak jogkövetkezményei, mert lehet, hogy az érvénytelen szerződés alapján a felek valamilyen szolgáltatást teljesítettek egymás felé, de valahogyan ezt a helyzetet rendezni kell, el kell számolni az érvénytelen szerződés alapján, vagy az érvénytelen szerződésből eredő elszámolás az érvénytelenség jogkövetkezménye. Hogy hogyan kell a feleknek az érvénytelen szerződésből, az érvénytelen szerződéssel egymás felé elszámolniuk. A magyar jogban több módszer, vagy több rendelkezés szól az érvénytelenség jogkövetkezményeiről. A legáltalánosabb érvénytelen szerződés esetén a szerződés kötést megelőző helyzetet kell visszaállítani, eredeti állapot helyreállítása. Vagy a szerződést érvényessé lehet nyilvánítani, ami azt jelenti, hogy a bíróság, ha a szerződés az érvénytelen rész nélkül teljesíthető, érvénytelen rész kimarad, érvénytelen rész nélkül érvényessé nyilvánítja a bíróság, és a felek ugyanúgy felelnek, mintha már eredetileg is érvényes szerződést kötöttek volna. És hogyha az eredeti állapotot nem lehet helyreállítani, ez jellemzően használati jellegű kötelmeknél, például bérleti szerződésnél az eredeti állapotot nem lehet helyreállítani, mert az időkerekét nem lehet visszaforgatni, tehát azt az időt, amit a bérlő egyébként egy érvénytelen szerződés alapján mondjuk a bérleményben töltött, azt nem lehet visszacsinálni. Ilyen esetben a bíróság a szerződést hatályossá nyilváníthatja, ami azt jelenti, hogy elismeri azt, hogy van egy tényhelyzet, hogy volt egy érvénytelen szerződés, ami alapján a felek egymással szembe szolgáltatásokat teljesítettek, és ezeket a szolgáltatásokat egymással elszámolják. Nagyon zanzásítva erről szól az érvénytelenség jogkövetkezménye. Itt a devizahiteles pereknél az érvénytelenség jogkövetkezménye egy rendkívül jelentős kérdés, sőt, hát a legjelentősebb kérdés, hogy ha és amennyiben a szerződés egyébként érvénytelen, akkor a feleknek, jellemzően a banknak, illetve az adósnak a már teljesített szolgáltatásokkal hogyan kell elszámolni. Hiszen a bank a szerződésbe kikötött kölcsönösszeget folyósította, annak egy részét, vagy az egészet, vagy valamennyit az adósok már visszafizettek, tehát valamilyen módon el kell számolni. Ha az adósok kevesebbet fizettek, mint amennyi a szerződés szerint a banknak járt volna, még maradt fenntartozásuk, ha esetleg érvénytelen a szerződés, még abban az esetben is maradt fenntartozásuk, akkor hogyan
számoljuk el a még fennálló tartozást, amit teljesített az adós, az hogy számoljuk el. Tehát ezek ilyen nagyon összetett és bonyolult kérdések, és sajnos, mint sok más egyéb részletkérdésben, ez sem sikerült megnyugtatóan rendezni az elmúlt 11-12 év alatt. Ezt hogy érti? Nem sikerült egy olyan koncepciót kialakítani a magyar jogalkalmazóknak, a bíróságoknak, hogy hogyan kell elszámolni egy devizahiteles szerződésből az adós és a bank között. Nem tudják, a mai napig nem tudják. De és az azt is jelenti, hogy akkor ilyen eltérő döntéseket hoznak egyes esetben? Igen, meg olyan elveket határoznak meg, amik teljesen szembe mennek például az Európai Unió joggyakorlatával, és itt kanyarodunk rá az eredeti kérdésre, az úgynevezett C-630/23-as ügyre. Ez az ügy, és még sok más egyéb ügy, ugye mi 2004 óta tagjai vagyunk az Európai Uniónak. Tehát az Európai Unió jogrendje, az beépült a magyar jogrendbe, az Európai Unió jogszabályai, azok egyébként megelőzik a nemzeti jogszabályokat, tehát hogyha egy magyar nemzeti jogszabály ellentétes egy Európai Uniós jogszabállyal, akkor a magyar jogszabályt az figyelmen kívül kell hagyni, és az Európai Uniós joganyagot kell alkalmazni. És hogyha a nemzeti bíróság, a magyar bíróság egy olyan jogkérdéssel találja magát szembe, ahol neki az európai jogszabály, az európai jog értelmezésére van szükség, hogy hogyan kell értelmezni egy adott közösségi joganyagot, akkor úgynevezett előzetes döntéshozatal iránti eljárással fordulhat az Európai Bírósághoz, hogy megkérdezze, hogy egyébként hogy kell értelmezni az adott Európai Uniós jogszabályt, ugyanis az Európai Unió jogának értelmezésére kizárólag az Európai Bíróság jogosult. Nagyon sok ilyen előzetes döntéshozatal iránti eljárás volt és van folyamatban ezekkel a devizahiteles ügyekkel kapcsolatban, nem csak magyar kezdeményezésre, ugyanis ez az előzetes döntéshozatal iránti eljárás, ez nem csak a magyar bíróságok előtt áll nyitva, hanem az Európai Unió összes tagállamának bírósága előtt. Tehát vannak román ügy, lengyel, hát az összes tagállam bírósága ilyen-olyan kérdésekkel fordult már az Európai Bírósághoz. Az Európai Bíróság ezekben az ügyekben a konkrét egyedi jogvitát nem oldja meg, tehát nem mondja azt, hogy ennek van igaza, vagy annak van igaza, kizárólag egyetlen egy dolgot mond, hogy a feltett kérdés alapján az Európai Unió jogát, az Európai Uniós jogszabályt hogyan kell értelmezni. És ez az értelmezés, ez utána a Nemzeti Bíróság számára már egyébként kötelező. És ezzel a devizahiteles ügyekkel kapcsolatban még nagyon fontos, hogy ugye itt a szerződési feltétel tisztességtelenségéről van szó, tehát jellemzően mondjuk a fő probléma az ugye az árfolyam kockázat, ra vonatkozó szerződési feltétel, az árfolyam kockázatról szóló tájékoztatás, tisztességtelensége, tisztességessége, megfelelősége, nem megfelelősége. És ugye az Európai Unió fogyasztóvédelmi irányelve, ez a 93/13-as EGK irányelv, ugye hát ez már egy viszonylag régi jogszabály, ami megmondja azt, hogy a fogyasztói szerződésekben mik azok az általános szerződési feltételek, amelyek tisztességtelenek, és azokkal mi a teendő. Az Európai Unió joga ebben a szempontból teljesen egyértelmű, tisztességtelen szerződési feltételt, fogyasztói szerződésnél, és ezek a devizahitelek, fogyasztói szerződések. Fogyasztói szerződésnél a tisztességtelen szerződési feltételt úgy kell tekinteni, mintha az nem is létezne, az nem a szerződés része, és nem fejthet ki semmilyen hatást a fogyasztóra, a fogyasztónak ezzel kapcsolatban semmilyen kötelezettsége nem származhat. Tehát olyan, mintha nem létezne. És itt jönnek sorba a kérdések, hogy és egyébként az árfolyam kockázatról szóló tájékoztatás az tisztességtelen, tehát a fogyasztó nem kötelezhető az árfolyam kockázatnak a viselésére,
ez a szerződési feltétel kiesik a szerződésből, akkor ez részleges érvénytelenség, vagy teljes érvénytelenség? Tehát teljesíthető enélkül a feltétel nélkül a szerződés, vagy nem teljesíthető, megdől a teljes szerződés. Most... És most hol tartunk? Most ott tartunk, hogy ez teljes érvénytelenség, tehát hogy megdől a szerződés abban az esetben, hogyha az árfolyam kockázatról szóló tájékoztatás nem volt megfelelő. Az Európai Unió jogának a másik nagyon fontos rendelkezése ezeknél a fogyasztói szerződéseknél, hogyha egy tisztességtelen, és ez a leglényegesebb kérdés ebben az egészben, ha egy tisztességtelen szerződési feltétel kiesik a szerződésből, akkor a Nemzeti Bíróság, tehát a Magyar Bíróság nem jogosult arra, nem csak a magyar, hanem bármelyik nemzeti bíróság, nem jogosult arra, hogy ezt a kieső szerződési feltételt helyettesítse, pótolja, kiegészítse, kijavítsa. Tehát ez olyan, mintha nem is lenne? Igen, mint az nem létezik, kész. Nem írott. Ugyanis azt mondja az Európai Bíróság, hogyha a Nemzeti Bíróságnak lehetősége, joga és lehetősége lenne arra, hogy a kieső szerződési feltételt más feltétellel helyettesítse, vagy kijavítsa, pótolja, kiegészítse, akkor ezzel ennek a fogyasztóvédelmi irányelvnek a védelmi funkciója, ugyanis ez a nevében benne van fogyasztóvédelmi irányelv, tehát ebben a semmiség, az érvénytelenség egy szankciós semmiség, ami azt jelenti, hogy ez bünteti a szolgáltatót, valamilyen szint, nem valamilyen szinten, bünteti a szolgáltatót azzal, hogy a szerződési feltételt kiejti a szerződésből, és ha nem teljesíthető, akkor a teljes szerződés megdől. Ugyanis, hogyha a szolgáltató, ha a bíróság jogosult lenne arra, hogy a tisztességtelen szerződési feltételt más feltétellel helyettesítse, akkor a szolgáltatónak ez a visszatartó, visszatartó ereje sérülne a fogyasztóvédelmi irányelvnek, mert a szolgáltató azt mondaná, hogy hát jó, hát semmi gond, megpróbáljuk, aztán vagy bejön, vagy nem. Ha esetleg a bíróság azt mondja, hogy érvénytelen, tisztességtelen, semmi gond, majd kiegészíti, pótolja, kijavítja. Most azt mondja az Európai Bíróság, hogy a szerződési feltétel kijavítása kizárólag abban az egy esetben lehetséges, megengedi, hogyha a tisztességtelen feltétel kiesése a fogyasztót jobban büntetné, mint a szolgáltatót. Tehát kiesik a tisztességtelen szerződési feltétel, megdől a teljes szerződés, és mondjuk egy sok millió forintos vagy sok millió eurós visszafizetési kötelezettsége keletkezik azonnal a fogyasztónak. Tehát őt jobban bünteti, mint a szolgáltatót, ebben az esetben a bíróságnak lehetősége van érvényessé nyilvánítani, vagy kijavítani a szerződés hibáját. De erről a fogyasztónak kell nyilatkoznia, hogy ő ezt kéri. Általában egyébként ez milyen arányban jellemző Magyarországon, hogy mondjuk hátrányéri egy ilyen döntésnél a fogyasztót? Igen, alapvetően ezeknél a devizahiteleknél, a devizahitelek jelentős részénél ez nem lenne, mert azért ez viszonylag sokáig sokat befizettek. Tehát nem lenne ilyen probléma. A probléma ott van, hogy a magyar bíró, és ez lenne, mondom, ez lenne a különleges vagy kivételes helyzet, hogy ha a fogyasztót jobban bünteti a teljes érvénytelenség, akkor a bíróság jogosult érvényessé nyilvánítani. A magyar joggyakorlat és a kúria, a magyar kúria, a különlegesből csinált egy általánost, azt mondta már 2013-ban, 6/2013-as jogegységi határozatban, hogy a bíróságoknak minden körülmények között a szerződés érvényessé nyilvánítására kell törekednie. Tehát minden, mi hatörik, ha szakad a szerződéseket, életben kell tartani, meg kell menteni, meg kell gyógyítani. Ez volt az alapkoncepció. Ez lett ugye a devizahitel DH törvények is erre épültek föl, kiesett az árfolyamra és kiesett az egyoldalú szerződésmódosítás. Ha nagyon szigorúan vesszük, a teljes szerződés megdőlt, nem lehetett volna teljesíteni a szerződést, de meg kellett menteni, ezért behelyettesítették a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyamát. És a C705/21-es, az is Axfina, tehát korábbi nevén Lombardos ügy volt korábban, ami az előzménye
ennek a C630-nak azért megyek egy kicsit visszább, hogy érthető legyen, amennyire lehet. Ebben a C705/21-es ügyben azt a kérdést tette fel a győri ítélőtábla az Európai Bíróságnak, hogy hogyan kell az érvénytelenség jogkövetkezményeit levonni, hogyan kell elszámolni, ha és amennyiben a szerződés teljes érvénytelenségben szenved. Erre az Európai Bíróság megadta a választ ebbe a C705/21-es számú ügybe. Ezt ki is nyújtottam magamnak, hogy ezt el tudjam mondani. Ott például azt szó szerint leírták, hogy ellentétes az irányelvvel, és nem lehet érvényessé nyilvánítani. Nincs olyan, hogy érvényessé nyilvánítás, és behelyettesítünk, bepótolunk, kiegészítünk. Nincs. A C705 hatására, ugye hát az, mivel a magyar bíróságokra onnantól kezdve, hogy ezt közzétették kötelező, kellett a magyar bíróságoknak valamilyen elszámolási metódust kialakítani, hogy hogy kell elszámolni az érvénytelen szerződések esetén. A magyar kúrián volt legalább három ügy egymással, gyakorlatilag párhuzamosan, azért tudom, hogy párhuzamosan, mert az egyik volt a 30204, a 205 meg a 206. Tehát gyakorlatilag egyszerre mentek ugyanolyan kérdések mentén, hogy az érvénytelen szerződésből, hogy érvénytelen szerződés jogkövetkezményeit hogy kell levonni. Két ügyben, a 204-esben és a 205-ösben a kúria határozatot hozott, ahol ők megmondták, hogy szerintük hogy kell elszámolni, és hogy milyen kamatot kell behelyettesíteni, milyen árfolyamot, hogy mint. Tehát egy teljes elszámolási módot tettek közzé. Az ország összes bírósága elkezdte ez alapján felhívni a szolgáltatókat, a bankokat, meg az ügyfeleket is, hogy akkor ez alapján, a kúriai határozat alapján tessék elkészíteni az elszámolásokat. Majd rájött a kúria, hogy hát ez lehet, hogy mégsem biztos, hogy ez így jó lesz, és a időben, a legelsőben, az a 30204-esben ő maga fordult az Európai Bírósághoz, és ebből lett a C630/23, hogy egyébként az az elszámolási mód, amit mi kitaláltunk, az egyébként az jó-e. Ezt mondja meg az Európai Bíróság, borítékolom, hogy azt fogja mondani, hogy nem. És ugye a C630-asnak a kérdése, egy kicsit puskázzunk kell, mert viszonylag hosszúak. Igen, mert több kérdést is adott, jól emlékszem, hogy kérdéssel fordult a kúria. Igen. Ugye azt a kérdést teszi föl, hogy összeegyeztethető-e, hogy a magyar jogszabály és a magyar jogi szabályozása, a régi PTK szabályozása a kúria által alkalmazott módon az Európai Bíróság joggyakorlatával. És ugye a problémát egy kicsit nehezíti az is, hogy az érvénytelenség jogkövetkezményei mást jelentenek az európai joggyakorlatban, meg a magyarban. Tehát nálunk nagyon mondom, ezt az érvényessé nyilvánítást próbálják meg erőltetni, hogy érvényessé kell nyilvánítani, meg kell menteni. Az Európai Bíróság meg azt mondja, hogy ilyenről szó nem lehet. Vannak egyébként nem magyar vonatkozású ügyben az Európai Bíróságnak egyéb ítéletei, például a C6/22 számú ítélet, ami egy hasonló jogkérdést elemez, ott Kerek Perec megmondta az Európai Bíróság, hogy ha és amennyiben a szerződés érvénytelen, akkor úgy kell elszámolni, hogy a bank azt követelheti vissza, amit folyósított, az adósnak meg annyit kell kifizetni, vagy amennyit kell visszaadni, amennyit ő törlesztett. Tehát tőke tőkével szemben nincs késedelmi kamat, járulékkezelés, és tisztán lecsupaszítva, tőke tőkével áll szembe, kész. Tehát akkor van egy ilyen mintánk, amit mi mégsem alkalmazunk? Most ilyen laikus kérdés ez, de... Gyakorlatilag igen. Tehát az európai joggyakorlat viszonylag kikristályosodott már ebben a kérdésben, hogy a szolgáltatót minden tisztességtelen haszontól
megkívánja fosztani. A magyar joggyakorlat erre a szintre még nem jutott el. Nagyon reméljük, hogy ez a C630-as viszonylag hamar meg fog születni. Általában a tapasztalatok olyan 15-18-20 hónap szokott lenni az idő, amíg egy ilyen előzetes döntéshozatal iránti eljárás befejeződik. Nem gondolnám, hogy ez ilyen sokáig fog tartani, mert már nem teljesen új dolgokat kell újra is, vagy újra gondolni, hanem már korábban kifejtett ítéleteket kell gyakorlatilag összefésülni, és újra elmondani, és újra elmondani, hogy nem szabad behelyettesíteni, tilos, verboten. Nem, ez még eddig a magyar jogalkotónak és a jogalkalmazóknak még nem ért el az inger küszöbét. Tehát minden egyes alkalommal valahogy azért megpróbáljuk visszacsempészni, hogy na jó, de azért ott, azt ott még azért úgy kicsit azért mégiscsak nyilvánítsuk érvényessé. Nem. Az Európai Bíróság ebből az elvből és ebből az elgondolásból nem fog engedni, hogy tilos a fogyasztói szerződéseket utólag javítgatni, foltozni, mert nekik ugye nem a 10 milliós közönségről, hanem a 250 milliós teljes európai szénáról van szó. És valóban az európai fogyasztóvédelmi irányelvnek a védelmi funkcióját gyengíti az, hogyha a jogalkalmazónak megengedik azt, hogy belenyúljon utólag a szerződésbe, és a kieső tisztességtelen szerződési feltételt más feltétellel helyettesítse. Voltak még egyébként fontos kérdések, amiket a kúria küldött? Gyakorlatilag ez az egy, hogy kell elszámolni. A harmadik kérdést, hogy akkor az Európai Bíróság mondja meg, hogy mi az elszámolás elve, azt szerintem vissza fogják utasítani, tehát hogy azt fogják mondani, hogy bocsánat, ez nem a mi dolgunk. Azt el fogják mondani, hogy nem szabad behelyettesíteni, nem szabad pótolni. Kiesik a szerződési feltétel, kieső szerződési feltétel olyan, mintha nem létezne, és úgy kell a feleknek egymással elszámolni. Ugye említette ezt a 18-20 hónapot, hogyha jól emlékszem, igen. Akkor ön szerint tudom, hogy nem jós és nincs varázsgömbje, de mégis mikor a várható döntés? Hát ez ugye kiment tavaly 2023. októberbe ment ki, most írjuk 2024. májusát, az írásbeli része már lezajlott az eljárásnak, tehát aki akart, az hozzá, tehát akinek lehetősége volt hozzászólni, az hozzászólt, bizottság, magyar kormány, egyebek, ugye ez nem nyilvános ez a része, tehát hogy ki mit mondott, azt így előre nem tudjuk. Hát a tárgyalás, mert hogy ismerem azt a kollégát, aki egyébként ezt az ügyet képviseli, szerint, és mondta, hogy ő tárgyalás tartását szeretné, hogy azért ott élőszóba is ezt el tudja mondani. Hát ha lesz benne tárgyalás, és ez a bíróságra van bízva, hogy ő szükségesnek tartja-e tárgyalás tartását, vagy nem. Indokolt kérésre tart csak tárgyalást, tehát hogyha a fél meg tudja indokolni, miért kéri a tárgyalás tartását, és miért van szükség a tárgyalás tartására, akkor lehet. Egyébként nem tart tárgyalást a bíróság. Ha lesz, akkor az ősz. Tehát az ősszel lesz tárgyalás, és utána szerintem már ítélet. Tehát az, hát tavaly októberben ment ki. Én 2025 januárra mondanám körülbelül a 2025 január-februárra gondolnám, hogy akkorra lesz belőle ítélet. Amit elmondott, nekem így laikusnak úgy tűnik, hogy azért itt kevés kérdés van, hogyha megnézzük az Európai Bíróságnak az irányelveit, amiket itt az imént ismertetett, de mégis mit gondol, hogy mire lehet számítani, és milyen hatásai lesznek majd ennek a döntésnek a devizahitelesek ügyére? Nagyon érdekes, mert eddig számtalan olyan
ilyen előzetes döntéshozatal iránti eljárás volt folyamatban az Európai Bíróság előtt, amiről előzetesen azt gondoltuk, hogy na majd ez lesz az atombomba, és ez akkor majd mindent visz, és mindent át fog írni. Nem így történt sajnos, de egyre konkrétabban fogalmaz az Európai Bíróság, és egyre egyértelműbben mondja el, hogy mit, mert látja azt, hogy nem igazán termékeny talajra hullanak ezek az ítéletek, és kénytelen egyre erősebben fogalmazni, hogy nem lehet érvényessé nyilvánítani. Egyébként ebben az a 630, ez arra a kérdésre is választ vár, hogy a devizahiteles jogszabálya, tehát a DH törvénnyel lehet-e egyáltalán ezt a nehéz kérdést rendezni, és mondjuk, hogy hatályában fel lehet-e tartani a szerződést addig, amíg ez a jogszabály életbe lép, és utána módosítani. Hát, hogyha az Európai Bíróság azt mondja, hogy a DH törvények, egyébként már több nem konkrétan a DH törvényre nevesítettem, de például ebbe a C6/22-be azt is elmondták, hogy jogszabálya, a kogens jogszabálya sem lehet módosítani a szerződést úgy, ahogy a DH törvény módosította, hogy az eladási és vételi árfolyam helyére jogszabállyal beillesztette a Magyar Nemzeti Bank árfolyamát. Tehát elvileg már ilyen ítélet is van, hogy a DH törvény ellentétes az irányelvvel, és nem alkalmazható. Hát, hogyha ezt a C630 megerősíti, akkor ez lehet az atombomba? Én nagyon bízom benne. Én nagyon bízom benne, hogy teljesen egyértelműen ki fogják mondani, hogy a DH törvény ellentétes a fogyasztóvédelmi irányelvvel, és annak az alkalmazását mellőzni kell. Abban az esetben ugye nyilván egy új elszámolásra lenne szükség. Hogyan érintheti ez egyébként a jelenlegi zajló pereket, hiszen az elmúlt adásban is beszéltünk, hogy azért vannak jóval, szép számmal ilyen perek. Van. Hát a folyamatban lévő perekben, ahol az érvénytelenség jogkövetkezménye akár adósi, akár hitelezői oldalról fölmerül, ott a bíróságok általában felfüggesztik az eljárást az Európai Bíróság döntéshozataláig. Kérelemre felfüggesztik, találkoztam már olyannal is saját praxisból is, hogy nem kellett kérni se, hanem hivatalból felfüggesztette. Tehát, hogy hivatalos tudomása van arról, hogy folyamatban van egy ilyen eljárás, és akkor ő felfüggeszti. Mondjuk egy pozitív döntés, mit jelenthet a devizet hitelesek számára, hogyan tovább, vagy nekik továbbra is egyedül kell megküzdeniük ezt a harcot? Valószínűleg igen. Tehát központi szabályozás, központi utasítás, jogszabály nem gondolnám, hogy lesz. Nagy valószínűséggel az egyedi pereskedés marad. Azzal együtt, hogyha ha tényleg születne egy olyan előzetes döntéshozatal iránti eljárásban egy olyan ítélet, ami egyértelműen rendezné ezt a helyzetet, és arra egyértelműen reagálna a magyar jogalkalmazás, és mondjuk úgy, ahogy a kúria a Kásler ügyre, tehát a C26/13-as szintén Európai Bírósági előzetes döntéshozatal iránti eljárásban született ítéletre tudott jogegységi határozatot kiadni, akkor én úgy gondolom, hogy ennek ebben az esetben se lenne akadálya, hogy mondjuk születik egy C630, és arra a kúria egy jogegységi határozattal reagál. Akkor mondhatjuk, hogy bizakodhatnak a devizahitelesek? Más nagyon nem tudnak tenni, úgyhogy mindenképpen kell. Én is, kollégáim is, akik ezzel foglalkozunk, folyamatosan keressük a megoldást, hogy tudunk valahogy, hogyan tudunk segíteni az adósoknak, de egyelőre most ezt látjuk a legbizalomgerjesztőbb. Ez ad a legnagyobb bizakodásra alapot.
Ahogy műsorunk elején is említettem, lehet nekünk levelet, kérdést és egyéb dolgot küldeni. Érkezett hozzánk egy levél, amit most név nélkül és teljesen a részleteibe belemenve nem szeretnék megosztani. Ön is látta, olvasta, igen, nyilván én is. Összefoglalóan az a jelzés érkezett, hogy ugye 15 éve küzd ez a család is három fő érintett, milliós perés illetékköltség szakadt az amúgy sem könnyű helyzetben lévő családnak a nyakába, annak ellenére, hogy teljes körültekintéssel jártak el, és elindították az elévülési pert és pereket, amit befogadott a bíróság az akkor érvényben lévő jogszabályok alapján. A család kárváriája három betűs követelés kezelővel szemben zajlik éppen. Egyébként egy 2007-es kölcsönszerződés ügyéről beszélünk, 10 millió forintot vettek fel, a futamidő fele alatt 11,3 millió forintot fizettek vissza, és volt egy életbiztosítással kombinált volt ez a hitelszerződés, melyen közel 4-4,5 millió forintos veszteségük lett. Ugye azt is jelezte, hogy a kezdeti 50 ezres törlesztő részlet az 148 ezer forintot meghaladta, tehát közel háromszorosára emelkedett. Na most, hogyha így az ügy összességére gondol, akkor mit tud javasolni ennek a családnak, vagy hogyan értelmezzük ezt a helyzetet, amiben ők ugye belesodródtak, és nem csak ők, hanem hát nagyon-nagyon sokan. Hát igen, ez egy borzasztó nehéz helyzet. Rengetegen voltak, akik ezeket az elévülésre való hivatkozást, elévülési pereket megindították. És hát sajnos a kúriának a jogegységi határozat, a jogegységi döntés az a folyamatban lévő perekre is alkalmazandó, tehát az onnantól kezdve, hogy a magyar közlönyben megjelenik, onnantól kezdve az alsófokú bíróságukra kötelező. És nyilvánvalóan borítékolhatóan el fogják veszíteni a pert, mert az alsófokú bíróság nem fog szembe menni a kúriával, és hát az ehhez kapcsolódó perköltséget is rá fogják hátékázni az adósokra, és ezzel sajnos a világon semmit nem tud csinálni. Maximum annyit tud tenni, hogy eláll a keresetétől, de ahhoz viszont kell a másik félnek a hozzájárulása. Ha már perbe bocsátkozott, akkor kell a hozzájárulása a másik félnek, és ő pedig csak a költségei megtérítése esetén fog hozzájárulni az elálláshoz, akkor mondjuk az illetéken tud spórolni valamennyit. A másik, hogy ha azt mindenképpen javaslom minden egyes adósnak, aki akár perbe, akár per előtt áll, hogy egy ehhez a témához értő, ebben a témában jártas jogi képviselőt mindenképpen keressen meg, mert borzasztóan sokat veszíthet azzal, hogy ha jogi képviselő nélkül vág neki a történetnek. Az új 2018-ban hatályba lépett új polgári perrendtartás, új polgári eljárás borzasztó szigorú, nagyon-nagyon alapos és részletes beadványokat kíván meg. Tehát most már az, hogy valaki laikusként Facebookról innen-onnan összeszedett félinformációkkal megy a bíróságra, ez most már semmiképpen nem működik. Meg gondolom fontos az időzítés is. Igen, az mindenképpen. Meg az, hogy valaki, aki ebbe jártas, látott már ilyet közelről, az el tudja mondani, hogy egyáltalán van-e értelme a pernek. Mert van egy ilyen körülménye is ebben, ami nem is annyira mellékkörülmény, hogy a DH törvényeknek van egy olyan rendelkezése sok más egyéb mellett, hogy a fogyasztó csak és kizárólag abban az esetben kérheti a szerződés érvénytelenségének a megállapítását, hogyha kéri az érvénytelenség jogkövetkezményének a levonását is. Tehát elszámol a bankkal, követeléskezelővel, akinél éppen a követelés van. Mert hogy főszabály szerint egyébként a fél az úgy is kérhetné a szerződés érvénytelenségének a megállapítását, hogy nem kéri
a jogkövetkezmények levonását, a jogkövetkezmények alkalmazását. Azt mondja, a bíróság állapítsa meg, hogy a szerződés érvénytelen, aztán majd mi majd egymás között peren kívül elszámolunk. Ez 2012-ben még a régi PTK-t módosították ezzel a szabállyal, hogy lehet kérni a szerződés érvénytelenségének megállapítását önmagába. Ez élt ez a jogszabály körülbelül másfél évig, 2012-től 2014-ig, ugye az új PTK hatályba lépéséig, és pontosabban a DH-törvény hatályba lépéséig, mert a DH-törvényben azonnal leírták, hogy nem, devizahiteles szerződésnél ezt nem lehet. Tehát én mondjuk a Paksi atomerőmű kivitelezési szerződésénél kérhetem csak a szerződés érvénytelenségek a megállapítását, anélkül, hogy a jogkövetkezmények alkalmazását is kérném, de egy egyszerű devizahiteles kölcsönszerződésnél nem kérhetem. Mikor ez a jogszabály hatályba lépett 2012-be, akkor óriási felháborodás és óriási vészmadárkodás, és húzták a vészharangot a bankok, hogy úristen, az adósok elrohannak a bíróságra, és kérik az érvénytelenség megállapítását, és a bíróság megállapítja, hogy érvénytelen a szerződés, és utána az adós nem fizet. Most mi lesz? És hogy ez milyen felháborító és szegény bankok. És ezt azonnal el is zárták, ezt az útvonalat. Én köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és hát két hét múlva jelentkezünk, és folytatjuk ezt a témát itt a Fehérvár Televízióban. Kérdéseiket tehát továbbra is várjuk az info@fmc.hu címen. Köszönöm a figyelmüket! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.